A Képmás Estek sorozat harmadik alkalmán Borókai Gábor újságíró volt Számkati vendége. A fő téma a média és emberviszonya volt, mely sok érdeklődőt vonzott a Boldog Salkaházi Sára plébániára. A címben azt a kérdést teszi föl, hogy mi használjuk-e a médiát, vagy a média minket. Tudjuk mi egyáltalán valóban használni a médiát? Hát újságíróként azt kell mondani, hogy persze tudjuk használni a médiát, de a médiának van egy speciális ismeretanyaga, jó tudni, hogy a média mire képes, és mire tesz bennünket képessé. Tehát tudni kell használni a médiát, hogy a mi akaratunk érvényesüljön, különben a média, különösen mondjuk az elektronikus média vagy az internet, az behúz bennünket, és magáévá tesz. Tehát azt fog velünk tenni, amit ő akar, és nem az történik, amit mi szeretnénk. Nagyon sokan mondják azt, mikor a kereskedelmi televíziókról beszélünk, hogy ugye az a fő véleményformáló és az a fő ízlésformáló. Valóban így van ez, hogy a televízióhoz alkalmazkodik a néző, és nem a néző választja ki, hogy őt mi érdekli, és adott esetben elkapcsol egy olyan csatornáról, vagy olyan műsorról, ami mondjuk az ő igény szintjét, inger küszöbét nem üti meg? Ez egy látványpékségvilág, több mint 100 magyar nyelvű csatorna van, tehát a nézőnek bőséggel van alkalma, hogy saját kedvére válogasson. Azért a nagy bejáratott csatornák, amelyek már utat építettek ki a néző nappalia felé, vagy a néző televíziója felé, azok nagyjából hasonló műsorstruktúrával bírnak. Egy időben ebből talán születtek újságcikkek is, ugye a TV2 és az RTL Klub hasonló időben ugyanazzal a profilú műsorral próbálja megnyerni a nézőknek a tetszését, és a választás az ugyanak közötti választásra szűkül. Természetesen vannak tematikus csatornák, vannak olyanok, amelyek egész más természetű programokkal kínálják meg a közönséget, de hozzájuk nagyobb türelem kell, nagyobb elkötelezettség kell, nagyobb kíváncsiság is kell. Pontosan, hogyha a néző ki akar kapcsolni, ki akar kapcsolódni, akkor a könnyen fogyasztható műsorokat fogja választani, és ezzel pontosan tisztában vannak a nagykereskedelmi csatornáknak a készítői, programozói, és a nézők még ki sem mondott kívánságát teljesítik. És olyan műsorokat készítenek, amelyek gyakorlatilag az agyat nem tornáztatják meg, hanem azt kikerülik, és épp ezért egy kényelmes pozíciót adnak a közönségnek. Ugye itt az agy megtornáztatása, ez egy nagyon jó felütés a mai beszélgetés kapcsán. Itt egy Szabad Egyetem az Életről sorozat előzte meg a Képmás Esteket, ahol tudományról, istenhitről, vallástudomány viszonyáról volt szó, és most is azért néha mélyebb témákat érintenek a Képmás Estek. Mennyire kell majd a nézőknek megtornáztatni az agyukat a mai beszélgetés során? Azt remélem, hogy olyan pontokon mutatunk rá a média működésére, amely pontokra nem szokásra mutatni, és épp ezért érdekesek is lehetnek akár. Mindig jó bepillantani a kulisszák mögé, megtudni, hogy hogyan is működik valami. A látvány az sokszor csal, tehát ezt használja ki egyébként most már mindenki, nem véletlenül vannak látványpékségek. Éttermekben kitesznek monitort, ahol lehet látni, hogy a szakács hogyan készíti az ételt. Legalábbis ebbe a hitbe ringatja magát a vendég, miközben nem tudjuk pontosan, hogy a nem látott világban mi történik. Hozzáteszem, nem is mindig jó, hogyha látjuk minden egyes mozzanatát az ételkészítésnek, a műsorkészítésnek, a munkának, de kétségtelen tény, hogy azért jó, hogyha összességében tisztában vagyunk azzal, hogy hogyan is áll elő a program. Hogyha itt körbenézünk, akkor ide a Salkaházi Sára plébániára többnyire idősebb nézők szoktak érkezni az előadásokra. Mennyiben térhet el az ő érdeklődésük, mennyiben térhetnek el az ő kérdéseik mondjuk a fiatalabb generációtól a médiával kapcsolatban?
biztos, hogy hagyományos médiafogyasztók jönnek el, olyanok, akik ragaszkodnak a közösség élményekhez, nem csak a virtuális térben érzik magukat otthon, olyan beszélgető társakkal, akiket nem látnak, akikről nem tudnak, akikről nem tudják, hogy milyenek is valójában. Az egy olyan tér, amelyben bármi megtörténhet, ebben a térben mindenki látja a másikat, körülbelül azonos gondolkodásúak, vagy nagyon hasonló gondolkodásúak, és érdeklődő emberek. Tehát szerintem egy jó közösségi élményben lesz nekünk is részünk, mert nyilvánvaló hagyatkozni fogunk arra is, hogy a közönséget mi érdekli, nem csak mi a pódiumon fogunk beszélgetni a saját elgondolásunk szerint. Amikor a mai témánkon gondolkodtam, akkor eszembe jutott, hogy az egyik lányom, amikor olyan 6-7 éves volt, akkor hallgatta a televíziót, és amikor a nagymamának fájt a térde, akkor oda ment és mondta neki, hogy ha beszednéd ezt a vitamint, amit a tévében mondtak, akkor mindig egészséges lennél. És akkor a nagymama elmagyarázta neki, hogy hát azért nem minden úgy van, ahogy a televízióban, és pár hét múlva készültünk valahova menni egy programra, és bemondták, hogy valahol dugó van, és mondtam neki, hogy kislányom, siess, mert most mondták, hogy ott volt egy baleset, és nagy nyugodtan ült a székben, és azt mondta, hogy anya, ne törődj vele, úgy is hazudnak. Szóval ez nagyon jól mutatja azt, hogy egy szülőnek elég sok észre és praktikára van szüksége ahhoz, hogy megtanítsa a gyerekének a helyes média használatot, illetve azt, hogy amit a televízióban hall, az újságban olvas, vagy később az interneten olvas, vagy lát, abból mi az, amit elhihet, mi az, ami a valóság, és mi az, ami nem. Te a gyerekeiddel kapcsolatban ezt hogy oldottad meg? Hú, de nehéz ott kérdeztél. Jó estét kívánok, kedves mindnyájuknak! Az a történetedből kiderült, hogy a leghitelesebb és legerősebb médium az a nagymama. És mindent fölülír, és ez egyben üzenet is mindenkinek, hogy a gyerekeket kézben kell tartani szülőként, nagyszülőként egyaránt, és nem oda hagyni a médiának, kivéve egy-két médiumot, mint amilyen a Képmás vagy a Heti Válasz, nyugodtan oda, ott hagyhatják ezeket az újságokat a gyerekek előtt, és nem fog bennük árt okozni. Hogy mi mit csináltunk a gyerekeinkkel, azt hiszem, hogy foglalkoztunk velük. Ez a legpontosabb, de elég nagy különbség van a gyerekeink között, a legidősebb és a legfiatalabb között 10 év, korkülönbség van, és hihetetlen módon látszik rajtuk a környezetnek a változása. Tehát a nagylányunk rengeteget olvas, a nagyfiunk pedig csak a kötelezőket olvassa. És a médiafogyasztásban is egész mások a szokásaik, például a filmfogyasztásban is. Nekem az Egri csillagok egy nagy gyermekkori élmény volt, sokszor képes voltam megnézni, Bence fiunk egyszer is nehezen volt rávehető, hogy egy ilyen lassú, sok párbeszédes filmet megnézzen. De hát ez már egy másik történet, hogy a környezet mennyire impulzív, mennyi hatást küld a fiatalokra, mindenkire természetesen, és egyre nehezebb dolgunk van kiválogatni a lényegest a lényegtelenből, vagy elválasztani a lényegest a lényegtelentől, és megtalálni a számunkra releváns információkat. Úgyhogy miközben az a látvány, az a látszat, hogy nincs elzárt információ, ugye az itt ülők jó része megélte a szocializmust, ahol nem jutottak el hozzánk fontos információk, vagy amelyek eljutottak, azok egyáltalán nem voltak valós információk a világról. Most pedig egy információs dömpingben élünk, egy dzsungelben, ott kell macsettával utat vágni magunknak, és ebben a médiának lenne kutya kötelessége segíteni, hogy mindenki megkapja a számára fontos híreket, információkat, az szerint, hogy az ő élete komfortosabb, élhetőbb, könnyebben vezethető legyen. De ezt könnyű megmondani, hogy mi az, ami ilyen információra nekem szükségem van? Mert nekem van például egy olyan élményem, hogy tartottam középiskolásoknak egy előadást. És azt gondoltam, hogy milyen okos leszek majd azzal kezdem, hogy mi is a hír.
És akkor felsoroltam példákat, hogy mondjuk az számunkra valójában fontos híre, hogy Amerikában egy kis városban bement az iskolába egy fiatal ember, és egy pisztollyal elkezdett lövöldözni. És a hallgatóság nagy része azt mondta, hogy igen. Tehát, hogy ez az életünk, ez egy fontos információ. És megkérdeztem, hogy miért, azt mondták, hogy hát, hogy tudjam, hogy mire számíthatok, ha bemegyek az iskolába. Tehát számomra ez egy döbbenetes tapasztalat, hogy azért nem megy ez annyira könnyen, hogy valóban szelektálják, hogy mi az, ami számukra fontos, és mi az, ami nem. Mert a kereskedelmi tévék ilyen típusú híreket nagy számban adnak közre. De emlékszem, amikor még hírtévét igazgattam, és jelentkezett nálam egy olyan tudósító, aki vidékről dolgozott, nagy kereskedelmi csatornának, és mondta, hogy szívesen jönne át hozzánk, mert a kereskedelmi tévében gyakorlatilag két sebesült vagy egy halott, az nem is igazán komoly hír, tehát több-több sebesült kell, és több halott, és több katasztrófa, és azokat a híreket veszik meg. És ennek van persze a figyelmet, hogyan lehet állandóan ott tartani, és gyártani kell az ilyen típusú híreket. Most aztán, hogy a 20-25 perces kereskedelmi híradók egy órára növekedtek, nem tudom, hogy próbáltam már bárki is végigkövetni azt az egy órát, hogy mennyi műhír van. Tehát most már nem egyszerűen halottak és sebesültek vannak benne, hanem olyanok, olyan esetek, ami lehetett volna akár katasztrófa is, de valahol a levegőben megállt. Tehát nem lett az, visszakanyarodott, lemondtak róla, a bakter lecsukta a sorompót, de eljátszanak a gondolat, hogyha nem csukta volna le, akkor tulajdonképpen két vonat össze is mehetett volna. És ilyen típusú hírekkel etetnek bennünket azért, hogy a műsoridőben ott lehessen tartani azt a 800 ezer, 1 millió, 1 millió, 200 ezer nézőt, mert hogy a kereskedelmi tévében a reklámidő szent, és a köztelévő időt kell úgy kitölteni, hogy a nézői figyelem az ott maradjon. De azért ez nem egyszerű, mert észre lehet venni, hogy sokszor a közszolgálati televízió is küzd ezzel, hogy a száraz hírek azok vajon ott tartják-e a nézőt, vagy a hallgatót fél órán keresztül is akár. És ott is azért néha találkozunk azzal, hogy mondjuk depressziós Németországban az állatkertben a jegesmedve. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez is egy kicsit, és nyilván az is hozzájárulhat, hogy ugye a pozitív hírek, amik nem csak halálesetről, meg gazdasági nehézségekről szólnak, és ugyanakkor mégiscsak az olvasónak a mindennapjairól szólnak, meg olyan kis kedvesek is, azok is nyilván így kicsit odaszegeznek a fotelhez. Hát a közszolgálatnak sok problémája van, de az egyik problémája az, hogy a kereskedelmi világ mérőeszközeivel mérik az ő teljesítményét is. Miközben a közszolgálatnak más a funkciója, más célcsoportokat kellene elérnie, nem tömegre kellene gyúrnia, hanem olyan benne van a nevében, hogy milyen típusú híreket kellene közzé tenni. A kereskedelem az ugye tömegre gyúr, az reklámidőt ad el, hirdetési teljesítményt kell a tulajdonosnak nyújtania, és hogyha ugye azt szokták csinálni a közszolgálattal, ma olvastam a Népszabadságban egy cikket, amely arról szólt, hogy miközben az Egyenes Beszédben volt egy beszélgetős műsor az APEC vagy a NAV elnökének a történetéről, és azt nézték 330 ezeren, aközben a közszolgálati híradót nézték 360 ezeren, és két adatot tettek a két szám mögé. Az egyik adat az volt, hogy a közszolgálatnak 100%-os az elérhetősége Magyarországon, az ATV-nek meg 88%-os, ez rendben van, segíti a tájékozódást. A másik információ pedig arról szólt, hogy az egyiknek 2,5 milliárd a költségvetése, a másiknak meg 72 milliárd. Az a probléma, és itt jön a manipuláció, hogy abból nem híradót készítenek, tehát a közszolgált nagyon sokféle műsort gyárt, ami sok pénzbe kerül. Nem akarom megvédeni a teljes közszolgáltat úgy, ahogy van, csak ez olyan számokat tettek segítendő a nézőnek, nem a tájékozódását, hanem az indulati fokának az emelkedését, amik nem tartoznak oda, illetve nem fejezik ki pontosan, hogy itt miről is szól a történet. Tehát ez egy játéktér, a közszolgálatnak egész más, ezt régóta mondom, de akkor ki kéne venni a hirdetési világból, nem kellene, hogy ott reklámidő legyen,
és bizonyos összegért, bizonyos elvárásrenddel kéne szembesíteni a közszolgáltat, azt mondani, hogy ez és ez a feladata, és a közszolgált vezetőjétnek ezt a feladatlistát kéne teljesíteni. Ehelyett más van, nem bonyolódnék bele, hogy mi. Én inkább az írott sajtóban vagyok otthonos, csak erről is van véleményem, de erről azt hiszem, hogy mindenkinek van vélemény, hiszen találkozik. Ha már beszéltél a reklámokról, ugye nem tudom, hogy a hallgatók számára ez világos-e, de én nem tudok olyan média termékről, akár elektronikus, akár írott sajtó termék, amely valójában úgy piaci alapon működne, hogy hirdetés, reklám vagy bármilyen támogatás nélkül rentábilis lenne, vagy egyáltalán létre lehetne hozni. És ez azért sokféle értése okot, tehát például nálunk sokszor az olvasóink nem szeretik, hogy hirdetés van a lapban, de nem gondolnak arra, hogy valójában az eladott példányszámokból nem lehet előállítani sem a nyomdaköltséget, nem fedezi se az előadási költséget. Tudsz ilyen médiumról egyébként, ami így működik saját, mondjuk reklám nélkül és támogatás nélkül? Hát a bulvár termékek működnek a leginkább, mert ugye ők közönséget próbálnak meg bármilyen eszközzel verbuválni. És ott kevés az a fogyasztási cikk, amellyel az a közönség, annak a közönségnek impulzust lehetne adni. Tehát minden, például egyszerűség kedvéért mondom a saját újságunkat, a Heti Válasz. Heti Válasz az egy mondjuk középosztálybeli lap az ára alapján, tehát 550 forintba, 545 forintba kerülünk, meglehetősen húzós az árunk. Nekünk kifejezetten jót tenne, szerintem általában az országnak jót tenne, hogyha a középosztály megerősödne, és különösen a humán értelmiség van rossz állapotban, ez bennünket súlyosan érint. A vidéki értelmiség, gondoljunk a középiskolai tanárokra, akár Budapesten, akár vidéken, nem okvetlenül engedhetnek meg, és akkor nagyon visszafogottan fogalmaztam, havonta 2000 forintot egy típusú újságra. Nem tudnak kiadni ennyi pénzt rá. Na most ez a közönség ugyanakkor bizonyos hirdetők számára vonzó. Tehát nálunk a bankok hirdettek elsősorban, amíg volt termékük, tehát adtak hitelt. Mostanában a banki hirdetés eléggé visszafogott. Autóhirdetések voltak, amíg volt rá kereslet, ugyancsak visszafogott, és jellemzően telekommunikációs cégek hirdettek, amelyek ugyancsak ezt a közönséget célozzák. Tehát ez oda visszahat, mert a hirdetők azt nézik, hogy mit lehet eladni annak a közönségnek. A Heti Válasz olvasónak megvan a profilja. Mi tudjuk, hogy a Heti Válasz olvasó az kb. Hogy néz ki, hogy gondolkodik, milyen nyelven beszél, milyen témák iránt érdeklődik. Nekünk őt kell kiszolgálni, azokat az információkat kell csokorba gyűjteni, amelyek az ő érdeklődését kielégítik. És ha fölé beszélünk, tehát túlzottan elitista lenne a lap, akkor elveszítenénk egy részét. Ha alá célzunk, és nem azokat a témákat dolgozzuk föl, és nem úgy dolgozzuk föl, ahogy azt őt érdekli, ugyancsak elveszítjük. Tehát ebben a játéktérben dolgozunk. Ugye sokan azt gondolják, hogy a média az egy egyszerű történet. Egy csövet fogunk képletesen, azt oda illesztjük a hallgató füléhez, jó tagoltan bele mondjuk a magunk igazságát, és az hatni fog, onnantól kezdve másként látja a világot. Nem így van. Rengeteg szempontnak kell megfelelni, és ezek a szempontok egyébként módot adnak arra, hogy manipuláljunk is. Tehát befolyásoljuk a közönséget, akár úgy is, hogy félretájékoztatjuk. Mi ezzel a lehetőséggel igyekszünk nem élni. Ha már beszéltünk a reklámokról, végülis az utolsó kérdés, ami ehhez kapcsolódik, de azt gondolom, hogy fontos nem csak a gazdasági oldalról nézni, hanem hogy maguk a reklámok milyen értékrendet közvetítenek. Ugyanis nem lehet külön nézni a műsorokat, hanem nem csak műsor folyamban, de például egy esemény vagy egy információ folyamban fogadjuk be például az elektronikus médiát, de nyilván az írott sajtót is, bár ott szerintem azért jobban immunisak az emberek a hirdetésekre. Hogy látod, hogy felelőssége az adott médiumnak az, hogy például milyen szemléletű reklámokat enged be, mert nagyon sokat gondolkozom azon, hogy az, hogy például a fiatalok ennyire
a majd menőkocsira hajtanak azért, mert a reklám azt sugallja, hogy attól vagy férfi, attól vagy felnőtt, attól vagy sikeres, ha ilyen autód van, ha ilyen tezadort használsz, hogy ez azért néha már elég erősen befolyásolja az egész értékrendjét a nézőnek. Tehát nem csak ez a cél. Tehát, hogy az újság szerkesztőnek is van felelőssége természetesen, meg a kiadó vezetőnek is, de a közönség, egy tudatos közönség, az jelez. Tehát a Heti Válasz is csúszott már olyan pályára, amikor kivívta az olvasóinak a tiltakozását, és történt ez pár évvel ezelőtt, amikor az RTL klubban kötött úgynevezett keretszerződés, az RTL klub arra használt, hogy a Való Világ műsorát azt nálunk dupla oldalon hirdette. És ez olyan sokkoló volt a Heti Válasz olvasók számára, hogy sokan azt mondták, hogy le fogják mondani a lapot, vagy már le is mondják a lapot. Aztán, hogy ez a harag elmúlt vagy sem, az előfizetői szám nagyban nem változott, de biztos, hogy volt egy nagyon erős jelzés. És volt olyan hirdetés, amit nem fogadtunk be. És amikor a telekommunikációs cégnek a vezetőjét fölhívtuk, és jeleztük neki, hogy ezt a kreatívot, mi ezt így hívjuk a hirdetést, ezt a kreatívot mi nem fogadjuk be, és kérünk egy másikat, akkor azt mondta, hogy de tudják, hogy 1 millió forintjuk fog elbukni, hogyha ezt nem jelentetik meg. Mondtuk, hogy hát nagyon sajnáljuk, nekünk szükségünk lenne erre a pénzre, de ezzel nem fogjuk a mi olvasóinkat irritálni. De olyan helyeken, lásd kereskedelmi televíziók, ahol a forint számít, vagy a minden fillér számít, és tömegre gyúrnak, és bevétel, ez a cél. Tehát nem szórakoztatás, és nem információ a cél, ez egy ipar. Tehát itt szokás azzal érvelni, ugye, hogy a média szabadsága és az információ szabadsága, csak közben próbálják elrejteni, hogy ez egy pénzgyártó ipar is egyben, kereskedelmi tévék. És csak egy zárójelest is itt hagyni, csak nagyon, nagyon rövid lesz. Van egy újságíró főszerkesztőknek egy fóruma, és ott fölmerült bizonyos téma, hogy abban nekünk véleményt kéne nyilvánítani. Jelesül a Klassz FM-nek volt egy reggeli műsora, ahol nem tudom, hölgyekkel kapcsolatban nem éppen helyes álláspontot fejtettek ki. És mondtam, hogy természetesen ezt megtehetjük, mert valóban nem volt, szerintem nem volt annyira durva, mint azt próbálják a rádióra rátolni, de akkor tiltakozzunk az ellen is, hogy Berki Krisztiánból újságírót gyártott a TV2, egy reggeli műsor vezetője lett, és ez abszurd. Tehát szakmai szempontból védhetetlen, hogy egy ilyen típusú, most nem jellemezném, ilyen típusú figura nem elég, hogy egy celeb műsorban van, de még beteszik egy reggeli műsorba újságírónak. Tehát ez a szakmánknak a megcsúfolása. És ha ezt lehet, akkor bármit lehet. De ezt most miért mondtam? Mi volt a kérdés? Mert Berki Krisztián zárójelesét nem... Arra a kérdésre. Jó, akkor... Nekem meg az jutott közben eszembe a nem kívánt tartalmakkal kapcsolatban, hogy tényleg most nem akarok ugyanebbe a hibámba esni, amit most el fogok mondani, de azért muszáj elmondanom, mert látszik, hogy mennyire visszaélnek ezzel a lehetőséggel, hogy a viszony.hu nevű oldal az MTVA-ban, olyan szint, vagy a Magyar Televízióban úgy jelent meg, hogy egy felháborodott közönség felháborodás után behívták egy beszélgetős műsorba a viszony.hu-nak a kitalálóját, és elmondták, hogy ez micsoda, és hát ugyan mondta a műsorvezető, hogy ezzel nem ért egyet, de végül is megjelent. Én akkor így, még így mondtam is a férjemnek így reggel, hogy hát ez most jó kis reklám volt, attól függetlenül, hogy most utána azt mondja a műsorvezető, hogy ennyi. És mit ad Isten, néhány héttel később fönt volt ezen az oldalon, hogy azok az adó támogatóink és azok a médiumok, ahol megjelent rólunk hír, és ott volt az MTV-e. Tehát, hogy nem lehet. Tehát én is úgy gondolom, hogyha az ember belemegy egy ilyenbe, nagyon nehéz utána a végét látni. De ehhez kapcsolódva az előbb említetted a való világot, ha már a valóságnál tartunk. Szerinted hol van a médiának a helye? Nyilván itt a kereskedelmi és a közszolgálati között erős különbség van. Hogyha azt vizsgáljuk, hogy vajon megmutatja a valóságot mutatja meg, vagy valamilyen mintául szolgál a nézők számára. Mert a kettő között úgy tűnik, hogy nagyon erős a különbség, és sokszor, amikor azt állítjuk, hogy a valóságot mutatja meg, például a Való Világban, aminek ugye ez a címe,
akkor mintát is adunk, és nyilván azért, amit az előbb mondtál, mégsem a valóságot mutatja meg, hiszen az a cél, hogy a nem normálisat, az extrémet, a figyelemfelkeltőt, az erőszakot mutassa és odaszegezze a nézőt. Hát mondod te, de amikor ilyen műsorra tesznek, akkor azzal védik, hogy ezzel, és akkor itt egy csomó pozitív jelző van, a toleranciát hirdetik, a mások elfogadását, és lehetne még sorolni, hogy milyen érvek szólnak amellett, hogy teljesen abszurd történetek kerülnek képernyőre, lásd, celeb vagyok. Tehát valóban a mintaadás, ez a borzasztó, hogy és itt jön a nagyszülőknek, meg a szülőknek a szerepe, hogy hova engedik a gyereket, mert felnőtt ember már tud disztingválni. Azt tudja mondani, hogy köszönöm szépen, és már a másik csatornán van. De egy gyerek az ott marad, és ezt kapja, ráadásul még magyarázgatják neki, hogy kinek kell szurkolni, és itt valójában, hogy itt arról szólnak ezek a típusú műsorok, hogy kapcsolatokat építenek, tehát az a kapcsolat, az a közösségi létforma, amely itt most megvalósul általunk, együtt vagyunk, látjuk egymást, az kivesző félbe van. Tehát nem véletlen, hogy fiatalok alig vannak jelen. Ők a virtuális térben vannak otthon, beszélgetnek olyanokkal, akiket sose láttak, vagy lehet, hogy láttak már, de igazán nagy tudásuk, komoly az ő világukról nincs, csak azon keresztül, amiről ők az interneten keresztül tárgyalnak. És szükségük van embereknek kapcsolatra, kötődésre, mintára, és választanak maguknak ebből a kínálatból. Akár a való világ kínálatból nem véletlenül erre épül, mert akkor ők szavaznak rá, hogy ki az, aki számukra szimpatikus, ki az, akit ott akarnak tartani a nappaliukba, mert hát oda engedjük be ezeket az embereket. Kivel akarom az életemet összekötni? Ez egy virtuális kapcsolatépítés, ami mind a két felet becsapja, mert egyszer csak eltűnik a képernyőről, és azok, akik meg fölépültek ilyen műsztárrá, azok is, aztán lehet róluk hallani a híreket, hogy hogy vesznek el, amikor visszakerülnek az igazi világba, és amikor ez a népszerűség nem fonja őket körül, amely korábban létrejött, akkor egész tragikus sorsok alakulhatnak ki, vagy helyzetek alakulhatnak ki. Ezek mellett a sok mellett, amiről beszéltünk, nagyon magas a különböző szappanoperáknak a nézettsége. Én azt hiszem, hogy talán évtizedek óta tartja például magát az RTL Klubnak a népszerű sorozata. És azt hiszem, hogy korábban már egy konferenciákon beszéltünk is erről, hogy milyen érdekes ezeknek a család képe, ugyanis mivel állandóan fenn kell tartani az érdeklődést, itt már szinte mindenki mindenkivel összeszűrte a levet, van egy elfeledett gyereke, akiről nem tudott, gyakorlatilag olyan extrém mintákat vázol fel, amiatt, hogy folytatódhasson a sorozat, ami hál' Istennek a valóságban egyelőre még egyáltalán nem általános. Ugyanakkor nemrég Acél Petrának hallottam egy előadását arról, hogy valójában a médiában eleve nagyon keveset jelennek meg a gyerekek és az idősek. Szerinted ennek mi az oka? Hát erre biztos Acél Petra csípőből tudna válaszolni, de ugye a közszolgálati tévé nem véletlenül kezdett bele egy családbarát típusú műsorba, hogy ez mennyire jó, mennyire nem. Nem vagyok rendszeres fogyasztója, de biztos azt a hiányt igyekszik pótolni, hogy egy család az hogy teljes, az nagyszülőkből is áll, meg unokákból, gyerekekből is áll. És a család az egyébként nem csak arról szól, hogy ott apuci, anyuci, vagy az éppen jelenlévők, azok verik egymást, és ott a családon belüli erőszakot kell kivédeni, hanem ott nagyon sok minden olyasmi is történhet, ami vonzó lehet, ami mintául szolgálhat, ami miatt érdemes házasságot kötni, ami miatt érdemes gyereket vállalni, ami miatt nem csak lemondásra jár a családi élet, hanem sok örömmel és boldogsággal is. Tehát ezek a minták, ezek kivesznek, és a kereskedelmi tévé valóban arra koncentrál, tehát az individuális világnak az üzeneteit közvetíti, és abban nem nagyon fér bele a család, vagy valami extrém módon fér bele a család. Család az is, hogyha két anyuka nevel egy gyereket, vagy két apuka nevel egy gyereket, és ezt is el kell fogadni, ezt is mintául tesszük, és ezt is meghirdetjük, mint a jövő lehetőségét. És akkor itt mindig eszembe jut, nem tudom, ki látta Brian Életet című filmet, ahol
ott a lelátón vitatkoznak, és az egyik mindig megjegyzi, hogy és a nők, és a nők. És akkor mondják, hogy mit akarsz itt a nőkkel? Hát hogy, mert én nő szeretnék lenni. Te? És miért akarsz te nő lenni? Mert én gyereket akarok szülni. És azt mondja, és mivel hordod ki? Szatyorba? És végül is megállapodnak abba, és ez az extrém helyzet most már valóság, hogy jó, jó, ez tényleg nem valószínű, hogy gyereke lesz, de azért akkor is fektessük le jogilag, hogy a férfiak is szülhessenek. És akkor jó, ebben megegyeznek, hogy oké, jogilag ezt alátámasztjuk, és a jövőben a férfiak is szülni fognak. És akkor majd megteremtjük ennek a technikai feltételeit is. És ez csak annyi köze van a médiához, hogy ez szépen fölépíthető. És ennek az abszurditása, amikor egyet kacagunk rajta, és azt mondjuk, hogy ugye mennyire képtelenség a történet, egyszer csak valóságá válik, és azt mondják, hogy ez nem képtelen történet, ez így helyes. Visszatérve a gyerekekre, meg a családra, egyébként, ahogy fejlődött a média, meg a különböző eszközök, tudtál lépést tartani a gyerekeiddel? Mert én, amikor először fölmentem a Facebookra, a gyerekeim, ugye láttam, hogy használják, és tettem egy pár anyai megjegyzést, hogy esetleg bizonyos szavakat a fiamnak nem kéne használni a posztokban, akkor rögtön csinált magának egy oldalt, meg nekem egy oldalt, tehát hogy nem annyira egyszerű jelen lenni ebben a virtuális világban, persze nem is biztos, hogy feltétlenül kell. De te tudtál lépést tartani velük? Nem tudtam, nem is akartam, de én ugye fázis előnyben vagyok. Tehát nekünk a gyerekeink a legfiatalabb is 23 éves, a legidősebb 33. Tehát amikor az internet már tombolni kezdett, akkor ők már, hát hogy is mondjam, közel voltak a felnőtt korhoz. És nem éreztem soha azt a kényszert, hogy én az internet vagy a virtuális térben is ellenőrizzem őket, úgyhogy soha nem volt valami, én nem vagyok rajta a Facebookon, nem látom, hogy ott mi történik, de bízom bennük. Hozzáteszem, már nagylányunk sincs rajta, azt hiszem, a Facebookon, csak az a két kisebbnek a tere, játéktere, igen. Észrevettem, hogy a telefont úgy használod, hogy amikor én kereslek, akkor soha nem veszed fel elsőre, viszont mindig visszahívsz, tehát nem erről van szó, de azt gondolom, hogy talán van-e mögött egy ilyen tudatos média használat is, hogy mivel a munkádhoz nagyon hozzátartozik akár az internet, akár a sok telefon, megszabod ennek az idejét, hogy mikor, mire tudsz időt szakítani, vagy akarsz. Hogyha egy napodat végignézzük reggeltől kezdve, akkor hányszor használod a médiát úgy, hogy nem közvetlen a munkahelyeden, vagy nem közvetlen a munkádhoz kapcsolódik? Sokszor a telefont ezt mindig lehalkítom, és időközönként megnézem. Nyilván attól függően, sűrűbben, hogyha valami olyasmi hír van a levegőbe, amely a lehetőségét fölvillantja, hogy engem keressenek. De próbálok gazdálkodni az időmmel. Az internetet azt is időközönként végignézem, meg a leveleim egy részét is, hát iszonyú mennyiségű levél érkezik hozzám, amelynek egy jelentős része nem személyhez szóló, hanem küldemény. Tehát, de önmagában kipucolni a rendszert a küldeményektől, megtisztítani, az is egy fáradtságos munka. Tehát a virtuális térben otthon vagyok, még hogyha a Facebookot, a Twittert, meg ezeket a internetes lehetőségeket nem is használom. És elég újságot, minden újságot átnézek, a számomra fontosabb cikkeket elolvasom, bármelyik lapból a heti lapokat is, a napi lapokat is végignézem. És a híradókba bele-bele pillantok. De őszintén szólva a hírfogyasztás az elsősorban az újságokra koncentrálódik és az internetre. Te, aki már nagyon tájékozott vagy a témában és a médiában, és jól eligazodsz, és jól meg tudod ítélni, hogy honnan vent az információt, hogy meg tudnád csatszolni, hogy naponta mennyit töltesz el fölösleges levelek kitörlésével, fölösleges hírek olvasásával? Sokkal. Ez mennyi? Nem tudom időbe belőni, de igen, egy óra bizonyos arra, hogy megszabaduljak attól, amihez sose akartam, hogy közöm legyen. De eszembe jutott
az internetadóval kapcsolatos felháborodás, és azon gondolkoztam, hogy ugye sokszor elhangzott, hogy az internetnek alanyi jogon kellene járni, hogy ez mennyire hozzátartozik a mai életünkhöz, és aztán ugye eljátszottam a gondolattal, hogy például a víz, ami szintén az életünkhöz kapcsolódik, és amiért szintén fizetnünk kell, hogy azért soha nem berzenkedtünk, hogy az miért nem jár ingyen. Pedig nem sokkal több költséget kíván mondjuk annak a szolgáltatása sem. Szerinted ennyire elvétettük az életünknek a fontos tartozékait, hogy ilyen indulatokat tud ezt kiváltani tényleg, vagy ez nem valóságos felháborodás volt? Hát valóságos volt a felháborodás, mert, hogy mondjam, szívből jött, és nem mondanám, hogy okvetlenül tévedésbe volt mindenki ejtve, aki megjelent a téren. Egyáltalán megjelentek a téren, ez már valami. Tehát szokás volt hivatkozni a millára, ugye 1 millióan a sajtószabadságért, soha nem láttunk ennyi embert, még 100 000-et se, de itt is rögtön a cím az volt, hogy 100 000-en az internet szabadságért, talán valami ilyesmi volt, és itt a megjelenők létszáma az közelítette felé. Tehát egyrészt láttuk, hogy fiatalok ezt a területet nagyon féltik, a szabadságukat érzik elveszni, hogyha itt az interneten bármi változás történik, és ezt a hitet táplálják is bennük. Nyilvánvaló azok, akik az interneten keresztül is nagyon súlyos milliárdokat keresnek. Tehát itt a kormány valamit elvétett, azt hiszem, hogy a törvénygyár az nem volt kellően megfontolt, alapos, nem voltak hatástanulmányok, nem mérték föl, hogy egy ilyen típusú változást hogyan kéne előkészíteni, hogyan kéne megértetni, hogyan kéne elmondani, hogy mi a szándék. Hogy az a szándék, hogy nagy külföldi cégek, amelyek itt sok 10 milliárd forintot keresnek hirdetési bevételekből, elvonva a magyar médiumok elől a hirdetési pénzeket, és itt nem is adóznak. Tehát nevesíthetjük őket, ez a Google meg a Facebook, amelyek itt néhány tucat munkatársat foglalkoztatnak, és egyébként iszonyú pénzt gyártanak, és az viszik ki Magyarországról. Tehát, hogy őket hogyan lehetne megfogni, de abban a pillanatban, amikor ezt a szorítást egy kormány valóra akarja váltani, abban a pillanatban a sajtó szabadságát hirdetik meg veszélyben. Tehát arra hivatkoznak. Ugye mindig is, amikor valaki a médiához akar hozzányúlni, akkor rögtön a sajtó szabadságát féltik, miközben a média az egy nagy mix. Ugye nem csak az információkról szól, szórakoztatásról szól, pénzről szól, iparról szól. De nyilvánvaló ez egy olyan tér, ahol sok mindent lehet mondani, és ki az, aki hitelesebben, okosabban, jobban tudja mondani. A kormány nem tudta elég hitelesen és okosan mondani a maga igazát, ezt csak úgy oda dobta, és mindazok a szolgáltatók, amelyek veszélyben érezték a maguk bizniszét, azok tudták a fogyasztókat, hát hogy is mondjam, befolyásolni. És a kormánynak le kellett hátrálni erről a történetről. Ugye a miniszterelnök meghirdette, hogy januártól egy konzultációt elindít, és akkor majd lehet, hogy egy tudatosabb, alapozó munkával lesz, majd valami ezen a téren is. Ami nem fogja akadályozni egyébként az információ szabadságát. Megjegyzem, amiről szó volt a második körben, már a 200 forintot kellene havonta fizetni, hogyha ezt elhelyezzük a kiadások sorában, mondjuk akár egy fiatal családnál is, fiatal házaspárnál is, hogy van-e 700 forint erre, és van-e nem tudom mennyit költenek kábelcsatornára, ugye ott minimum 2-3 000 forintot elköltenek, hogy ezek hogy állnak arányban, mindegy, nem előlegezném meg, de nem hiszem, hogy a pénz önmagában akadályt jelentene az információ megszerzéséhez. Tehát ez egy művi fölvetés, nem valóságos veszély. Csak ezt akarom mondani. De kétségtelen tény, hogy az ingyennél se minden más az nehezebben hozzáférhető, amit pénzért adnak. Ez szerintem tanulsággal szolgál a kormánynak, és
meg jó is, hogyha a kormányzat, hogy mondjam, a változásokat jobban megérteti, alaposabban előkészíti, tehát úgy kormányoz, hogy ne kelljen hirtelen mozdulatokat közbetennie, és főleg ne kelljen hátraarcot vezényelnie, hogyha elindul egy úton. Egyébként pont ezzel az eseménnyel kapcsolatban megint egy ilyen állatorvosilló példát is tudok hozni, hogy aznap este, amikor ugye volt a tüntetés, valamelyik holnap a Facebookra kirakott egy posztot, hogy a felmérésük szerint 600 ezer ember menne kitüntetni. Tehát, hogy ez egy teljesen tipikus, akár a bulvárban, tehát, hogy őket beperelni nem lehet azért, mert hazudtak, de hogy mit is jelent ez, hogy ki menne, azt, hogy mondjuk csinálnék egy felmérés, és mondjuk 1 millió ember lefutná a maratont, ha olyan edzettségi állapotban lenne. Tehát, hogy ez valójában nem az igazi szándékot jelenti nyilván. Ezért mondtam pont a maratont, hogy örömet okozzak. Egyszer készítettek Nagy Lászlóval egy filmet, és arról beszélt, hogy milyen fantasztikus találmány a televízió, ismered ezt a... És hogy mennyire jó, hogy a magányos emberek nem lesznek, és hogy milyen sok információ, tudomány eredménye, művészet mind eljuthat az emberekhez. Szerinted most Nagy László mit mondana ezekről a mondatokról? Tehát mennyire, tényleg mit lehet tenni azért, hogy ne elmagányosítson a televízió, és ne épp az ellenkezőjét tegye, hogy hamis információkat közvetítsen? Hát ezek eszközök és lehetőségek. Tehát nem érdemes az eszközöket kárhoztatni azért, hogyha ha nem vagyunk kellően felkészültek a használatukra. Tehát az internetre sok rosszat lehet mondani, de sok jót is. Tehát sok szempontból megkönnyíti, komfortosítja az életünket, szállodákat választhatunk ki, esti programot nézhetünk meg, kiválaszthatjuk, hogy hova menjünk moziban, láthatjuk, hogy mások arról a filmről milyen véleményt mondanak. Tehát tájékozottabbá tesz bennünket akkor, hogyha tudatosan tudjuk használni. És a tévé... És így van, tévén is nagyon sok tematikus csatorna van, lehet éppen olyan információkhoz is jutni, akár gasztronómiai, akár földrajzi, akár történelmi információkhoz, amelyek kifejezetten előnyünkre válnak. És ha meg hagyjuk magunkat ráülni a média hullámra, és ott butulunk azok előtt, a műsorok előtt, amelyek... Nem azért vannak, hogy butítsanak, hanem azért, hogy ott tartsanak. Megvan ehhez a módszertanok, hogyan lehet ott tartani. Hozzáteszem, ezek a tehetségkutatók is önmagukban egészen jók lennének, ha csak ez lenne a céljuk, hogy tehetségeket vadásszanak ki. De ilyen mennyiségű tehetség egy ekkora térben nem létezik, mint amekkora Magyarország. Tehát nem lehet fél évről fél évre újabb és újabb tehetségbányát nyitni, mert és akkor már nem a tehetségekről szól, hanem a műsor csinálókról szól, a zsűriről, hogy a zsűri tagok ki vannak találva, azoknak hogyan kell viselkedniük, ahogy megkreálják a tehetségeket, akiket leválogatnak, egész más formát öltenek, mint amikor ott először találkozik velük a zsűri vagy a néző. Tehát az már mind az üzenetről szól, hogy milyen fogyasztási cikkeket akarnak eladni ezen rajtuk keresztül. A Megasztár is hogyan változott? Kezdetben még tényleg pusztán az énekesek domináltak, és onnan utána már sokkal inkább lehetett érzékelni, hogy választani kell ilyen típusút is, olyat is, aki egy kicsit fiú, olyat is, aki egy kicsit lány, olyat is, aki mind a kettő, és akkor, hogy mindenkinek jusson, és ez már teljesen fogyasztói szempontból volt fölépítve a program. És ez azért érdekes, meg azért is emelem ide jó szívvel, mert van egy tehetségkutató program a közszolgálati tévén, ez a Virtuózok, és lenyűgöző, tényleg lenyűgöző, azért is lenyűgöző, mert nem csak arról szól, hogy fiatalok szeretnének kitörni a maguk nyomorából, bezártságából, kilátástalanságából, és amikor ottan elbuknak,
valamelyik grádicson, akkor úgy élik meg, hogy vége a világnak, tehát számukra bezárult a tér, és nincs is más út, mert akkor már dolgozni kell, mert nem, valamit csinálni kell, és ez szörnyű, ahelyett, hogy ők meg tudták volna valósítani magukat, mert ugye az az üzenet, hogy aki át tud menni a képernyőn, ugye ez egy ilyen misztikus dolog, hogy ha át tudsz menni a képernyőn, akkor te majd sztár leszel. Most itt a virtuózok meg arról szól, hogy itt dolgozni nem elég a talentum, írtó szorgalom kell, hatalmas munka kell, és akkor valami kinőhet belőlük. Jelzem azt egy olyan országban, ahol szinte hónapról hónapra lehet egy cikket írni arról, hogy a zeneoktatás mennyire nehéz helyzetben van. És ezt mindenki elmondja, a Bogányi Gergő, aki nem csak egy kiváló zongoraművész, hanem egy zeneiskolának a vezetője is, és elmondja, hogy milyen nyomorúságos pénzért dolgoznak a zenetanárok, és mennyire nehéz helyzetben foglalkoznak azokkal, akik zenét szeretnének tanulni. És egy ilyen országban egyszerűen tényleg lenyűgöző, hogy különböző hangszereken micsoda csodákat művelnek egészen fiatal gyerekek, és azok is, akik nem nyerik el a továbbjutást, nem lépnek a következő körbe, nem boldogok tőle, de nincs az a szörnyűséges összeomlás, mert tudják, hogy akkor még kell kicsit gyakorolni, még bele, nem kicsit, sokat, még bele kell fektetni munkát, és akkor előbb-utóbb lesz belőlük valami. És egész más az üzenete ennek a műsornak, miközben a modern technika minden eszközét használják. Tehát a stúdió, a fények, a riporterek, igen, csak szereplők. Van benne ugyan egy kamion, amiben el tudom képzelni, hogy valakinek a kamionját meg ki kellett bérelni, és ez valakinek jó üzlet, de ez egy ilyen tényleg zárójelesen van jelen, és nem nyom agyon a biznisz, amikor nézem, mint mondjuk ebben a Rising Star-ben, csak belenéztem, és agyon nyomott az, hogy csinálva van az egész történet. Tehát őszintén. Az is benne van, hogy ugye a könnyű zenéhez mindenki ért, vagy mindenki úgy gondolja, hogy ért, de a komoly zene azért biztos, le tud nyűgözni. Biztos, hogy nehezebben fogyasztható. Igen. Egész biztos vagyok benne, hogy a közszolgálati tévének azt mondják, hogy brandje, ugye, hogy van fölépítve, mekkora az elfogadottsága, mekkora a taszítószilárdsága, ez önmagában befolyásolja, hogy hányan kapcsolnak rá. Tehát hiába van a közszolgálati tévén egy jó műsor, töredéke annyian fognak oda menni, mint a jól bevezetett kereskedelmi csatornán. És ez egy külön probléma, de kétségtelen tény, hogy ez végre egy olyan üdítő újdonság, hogy modernkor igényei szerint a közszolgálati tévé hozott valamit, amit előtt kalapot emelek. A tehetségkutatókra visszatérve, nagyon érdekes felmérések készültek már arról, hogy vajon ezek a tehetségkutatók hogyan befolyásolják a gyerekeknek a képét a világról. És például megfigyelték azt, hogy a kislányok, akik régen babáztak, és anyukát játszottak, mit tudom én, 4-5-6 éves korban, azok most előkapják a anyuka fakanalát, vagy ami éppen van, felugnak az ágy tetejére, és a színpadon énekelnek, mert ők most tehetségkutatóban vannak. Tehát, hogy mondjuk lehet, hogy még akár a gyermekvállalásra is hatással van a médiának például ez a szegmense. Mondtad az előbb, hogy azért elég nehéz bemutatni ezeket az értékeket úgy, hogy az fogyasztható legyen. Mind a ketten tagjai vagyunk a Média Családért Alapítvány díjazotti zsűriének, ami a Családbarát Médiáért díjat szokta átadni minden évben, és ott bizony elég nehéz például olyan médiumoknak a termékeit kiválasztani, amelyek tényleg a családot értékként mutatják be, de izgalmasak, érdekesek, fogyaszthatóak. Szerinted mi lenne itt a megoldás, hogy hogy lehet ezt jól csinálni? Hát, hogy mondjam, hogy lehet jól médiát csinálni? Nincsen általános recept, de azt lehet, vannak általános szakmai szempontok. Tehát, és amikor valamit rosszul csinálnak, akkor derül ki, hogy ez egy szakma, amihez érteni kell. A televíziózás is egy szakma, az újságírás is egy szakma, a szerkesztés is egy szakma, és én nem vagyok televíziós újságíró, azt nem tudnám megmondani, vagy rádiós újságíró, hogy azt hogyan kell csinálni, de fogyasztója vagyok mindenfajta médiumnak, és érzem azt, hogy mi az, ami hiteles és jó,
és nem érzem a furcsaságát, hanem olyan természetesen fogadom be. És ez így van az írott sajtóban is. Tehát mindig szoktam mondani a kollégáimnak, minden hétfőn lapot értékelek, hogy mi az a cikk, amelyik korrekt, mondjuk a témát földolgozza, kellően informatív, de mégsem adja azt az élményt, amit én úgy hívok, hogy aha élmény. Tehát, hogy én olvasom, és egy olyan terület, amiről már hallottam ugyan, de nem látom a mögöttesét, a mozgató rúgóit, elolvasva az írást, akkor a homlokomra csapok, vagy nem csapok, de azt érzem, hogy hoppá, hát valami megvilágosodott. Hoppá, ezt nekem elmondták. Hoppá, ez tényleg így van? Akár az új információk miatt, akár azért, mert úgy rakják össze az információkat, ahogy még senki más. Tehát, és ez az, amit egy újságírónak nagyon nagy szüksége van arra, hogy autonómiája legyen. Tehát nem feladat megoldó munkatársak az újságírók, akiknek ki kell osztani, hogy a héten miről kell írni, hanem nekik kell meglátni azt a témát, amit ők szeretnének elmesélni. Mindenki gondoljon arra, hogy találkozik valamilyen helyzettel, és feszíti a közlési vágy, és el akarja mondani valakinek, akár a szomszédjának, akár a kollégájának, akár kinek, mert ez egy olyan, amit meg kell osztani valakivel. Most, hogyha az újságíró átéli ezt a helyzetet, és ilyen cikkeket ír, akkor ez a lap jó lap lesz. Mert ezek az energiák dolgoznak, ezek nem a szavak, meg a masnik, meg a trükkök dolgoznak, hanem az energiák, amik a írásban is, a rádióban is, a televízióban is. Ez a közlési energia. Egyszer egy ilyen kulturális szerkesztőnek hallgattam az előadását, egy idősebb hölgy volt, már nyugdíjas volt, rádiós szerkesztő volt, és ő mondta azt, hogy az energia, amit mi beleteszünk a műsorba, az jön át a hangszóról. És akkor nekem ilyen aha élményem volt, hogy tényleg. Tehát ezt én soha így nem fogalmaztam meg magamba. És valóban, hogyha egy újságíró valamit nagyon szeretne elmondani, és nem alkalmatlan a pályára, mert valaki nagyon szeretne elmondani valamit, de sehogy se tudja, akkor azon még lehet segíteni szerkesztői eszközökkel. De ezt az energiát semmivel nem lehet pótolni. Ez az energia nincs meg, akkor hiába van ott a szerkesztő, az egy mondjuk egy közölhető anyagot csinál belőle, de nem fogja megérinteni az olvasót, és nem fogja húzni legközelebb is, hogy megint oda tegyem azt a 200-300-400 forintot a standra, és akarjam, azt érzem, hogy nekem rájuk szükségem van. Tehát nekünk az lehet a szerepünk, és ezt már mondtam, Heti Válasz olvasói abban hihetnek, gondolom én, hogy rajtunk keresztül a számukra érvényes és érdekes világról mindent tudnak. És ha valamit mi nem írunk meg, azt azért nem írjuk meg, mert a számára nem érvényes és nem érdekes. Hogy? Az újságíró számára. Igen, és az olvasóm számára is, mert ha az olvasó sokszor érzi azt, hogy megveszem a lapot, de ebben nincs benne az, ami engem igazán érdekel, akkor nem lesz olvasónk, vagy nem lesz vásárlónk. Most hoztad ezt a példát, hogy a közlési vágy, és hogyha el akarsz valamit mondani a hétköznapi életben, akkor elmondod, de ott is van az embernek egy olyan felelősségérzet, hogy bizonyos információt szeretnék elmondani, de valamiért nem mondom el, mert tudom, hogy rosszat teszek vele. Hogy van-e egy ilyen fék újságíróként benned, vagy akár a kollégáidban, hogy van egy információ, de tudod azt, hogy ez vagy nem érthető azon a szinten, vagy rossz következtetés vonhat le, de az az információ megvan, és esetleg az egy új hír, egy friss hír, ami lehet, hogy objektíven fontosnak tűnik, de mégis úgy gondolod, hogy nem teszel jót vele, vagy hogy a következményei esetleg nem vállalhatóak, vagy nem kell törődni ezzel. Vannak olyan szakmai, meg etikai korlátok, amelyek eligazítanak. Tehát, és nekem az fontos, hogy a megszerzett információt azt be tudjam helyezni egy képbe. Tehát nem fosztom meg az én olvasómat pusztán attól, mert én féltem őt. Tehát nekem nincs arra jogosítványom, hogy én túl féltsem őt. Mennyivel rosszabb médium ő, mint én. Tehát ezt nem feltételezhetem, de nyilvánvaló, hogy nekem az információnak a hitelességéről, megbízhatóságáról meg kell győződni.
el kell tudnom magyarázni, hogyha valami hiányzik a képből. Nagyon izgalmas most ez a történet Egyesült Államokkal, Magyarországgal, NAV elnökkel, ugye bejelentéssel. Annyi érthetetlenség van, annyi információ hiány van ebbe a történetbe. És nagyon érdekes számomra az, hogy azok, akik gyakorta hivatkoznak a liberális demokráciára, gyakran hivatkoznak az ártatlanság vélelmére, akik bűnözőket, mondjuk a norvégiai tömeggyilkost, azt monogrammal illetik, mert még nem volt bírósági ítélet, ezért nem lehet a nevét kiírni. Tehát ők védik, hivatkozva az ártatlanság, hát a kiderül, hogy nem ő puszta meg a ravaszt. Azok elfogadják azt, hogy valakire rámutatnak, és azt mondják, hogy korrupt. Tehát itt nem egyszerűen az elkövetési eszköz nincs meg, hanem a bűn sincs meg. Tehát itt nem látok egy amerikai céget, amelyik tiltakozott volna azért, mert vele méltánytalanul vagy jogszerűtlenül jártak el bizonyos ügyekben, konkrétan az adóhatóság. Tehát nincs egy ügy. Ugye? Akkor hogy? Mi történik itt valójában? Tehát ezt az ügyet majd próbálom majd megírni. Tehát nem tudom, ki látta az Iván Csonkin Élete című filmet, ez egy Jiří Mencel film, és ott van egy jelenet, ahol a KPVD, a NKVD, így van, NKVD-nek a központjába érkezik egy levél, és azt mondja a titkárnő, hogy parancsnok elvtárs, ez egy nagyon, nagyon fontos, nagyon hiteles névtelen följelentés, mert ezt írógéppel írták. Tehát itt most arról van szó, hogy ez egy nagyon hiteles, mert azt az Egyesült Államok mondja. Ennyi. Tehát nekünk el kell hinni, hogy valaki bűnös csak azért, mert aki mondja, az egy hiteles forrás. Ugye lehetne felsorolni néhány ellen érvet is, hogy mennyire hiteles. Én most ezt nem teszem meg, de engem ez nem elégít ki. Most azok, akik ugye a liberális demokráciának a feltétlen hívei, és azt mondják, hogy csak az és csak úgy, azok könnyedén átlépnek ezen a ponton, és azt mondják, hogy hogy lehet az, hogy még a Vida Ildikó a helyén van. Hogyan lehetséges az? És hozzáteszem, közben, hogy a helyén van, és a világ legnagyobb hatalma mondja, hogy ő bűnös, mert hogy nem engedi be az országába, nem mondja meg, hogy miért, de nem engedi be az országába, azért, mert valami korrupcióval van összefüggésben, ez őrült károkat okoz az egész országnak. Meggondoljanak, ez a hír körbejárja a világot, és mindenki, aki itt üzletet akar csinálni, az adóhatóságnak az első embere az korrupcióval gyanúsított az Egyesült Államok szerint. Tehát egy teljes képtelen helyzet, és ha ez sokáig így marad, akkor ez a miniszterelnökre is nyilvánvalóan árnyékot vet, mert egy korrupcióval gyanúsított, az Egyesült Államok által korrupcióval gyanúsított adóhatósági vezetőt ott tart a posztján. Tehát abszurd a sztori, és hiába mondják az amerikaiaknak, hogy tessék már borítani a bilit, azt mondja, hogy van egy ember, akit egy éve zöld dossziéval rohangál, érdekes módon egy nacionális nélküli ember, akinek előélete nem nagyon van az, hogy dolgozott az adóhatóságnál valamilyen poszton, de neki döntő bizonyítékai vannak arra, hogy itt valami olyasmi történik, ami megengedhetetlen. És nem tudunk ebből kikeveredni. És ez nem másra se jó, mint arra, hogy mindent, ami stabilnak és biztonságosnak látszik, az föllazítson és tönkre tegye. Na most, és ebben a média munkásoknak ugye elemi kötelességük lenne föltenni a kérdéseket, hogy de tessék mondani, akkor mi a bűn? Tehát ne lépjünk azon át, hol a bűn? És akkor hogy követték el a bűnt? Hogy van ez kapcsolatban a NAV-nak a vezérkarával? Tehát
tessék már leírni a történetet. Nem, azzal ne foglalkozzunk, az amerikaiak biztos tudják, hogy mit mondanak, ők ezt megmondták, hanem a kormány válaszoljon arra, hogy miért nem kezelte ezt, és miért nem vizsgálta ki, és miért nem indít valamit az ügyészség. Tehát most akkor a következő hír ad lesz, hogy Orbán Viktort is kitiltották, ez csak egy zárójelben megint csak megjegyzem, hogy van Magyarországnak ennek a 10 milliós közösségnek egy másodszor kétharmaddal megválasztott miniszterelnöke. Ugye azt mondják a második választásra, hogy itt mindenféle jogszabályi változások voltak, emiatt az eredmény az nem úgy jó, ahogy van. Azt azért nem tudják mondani, hogy más is nyert volna, csak az, hogy nem lenne kétharmad. De ez az ember ennek a közösségnek a kiválasztott képviselője. És ő nem nyer bebocsátást a szövetséges és barát Amerikai Egyesült Államok elnökéhez, ugye 2010 óta, mert valami probléma van vele. Ugye? Itt vagyunk mi, nem itt, hanem vagyunk 10 millióan. Ő ezt az országot képviseli, és mégsem tud kapcsolatot létesíteni, vagy mégsem kap meghívót az amerikai elnöktől. Tehát, és akkor követni kéne a liberális demokráciának a gondolkodás módját, és akkor ebbe úgy egy kicsit elveszek, hogy most hogy is van ez. Vannak egyenlők, meg vannak egyenlőbbek. És hozzáteszem, tehát mindenkinek megvan a jogosítvány, hogy kiválasztja maga a partnereit, kivel, mikor találkozik. De itt nem pusztán erről van szó, hogy még nem értünk oda a sorba, hanem arról van szó, hogy itt valamiféle olyan bűn van a közegben, az érzékelhető közegben, ami nem áthidalható, nem átjárható, és emiatt van a távolságtartás. Már kiléptünk a médiatérből. Igen, és igazából csöndben figyeltem, hogy a közéleti újságíró mennyire jól érzi magát a témában, de közben azon gondolkoztam, hogy vajon hány éves a nagylányod? 33. 33 éves nagylányod, és ennyire érzelemtelien bele tud folyni ezekben a témákban? Mert én azt látom, hogy a fiatalokat nem annyira érdekli a politika vagy a közélet. Hát, olvassák, a két nagylányunk olvassa a Heti Választ. Ez mindig jönnek, vasárnapi ebéd van, és akkor az újságot viszik. Igen, ezt megkapnak az ebéd, ez kötelező gyakor. Nem, ez érdekes, hogy hogyan alakult ki, mert nem volt mindig így, de most már így van. És ennek örülök. De kétségtelen tény, hogy ha politikáról beszélgetünk, akkor ott az édesanyám a partner. Feleségem meg az édesanyám, tehát a gyerekek ebben ritkán. Ha valami van, valami megüti őket, valami a saját közösségükben témává válik, akkor arra rákérdeznek, vagy éppenséggel vádként megjelenik. Tehát, hogy akkor most erre tessék választ adni, de nem jellemző. De szerinted az életkori sajátosság, hogy a fiatalok mással vannak elfoglalva, vagy pedig ez a jövő generációnak az attitűdje a közélethez, hogy sokkal mértéktartóban, óvatosabban, higgadtabban kezeli? Azt nem tudom, hogy ezek a jelzők jók-e, tehát hogy mértéktartóban, és persze hozzáteszem, hogy nem biztos, hogy jó forrásból értesül, mert a Facebook az elsődleges információ. Távolságtartóban az kétségtelen tény, tehát ha a hőfokot le kéne írnom, akkor mondjuk édesanyám van 100-on, mi körülbelül olyan 70-80-on, mikor hogy, és a gyerekek meg 20 körül. Tehát milyennek az oka szerinted? Hát benne van egy csomó minden, ami az hogy mennyiben releváns az ő életükre, mindaz, ami a politikai térben történik, és ez figyelmeztető kéne, hogy legyen a politika számára is, hogy el tud-e jutni a fiatalokhoz üzeneteivel, akár csak nem direkt üzeneteivel, hanem közvetett üzeneteivel, mert ha a fiatalok azt érzik, hogy ez nem tér, akkor nem is fognak belépni. Tehát nem tömegével figyelik ezt, tehát már pedig nagyon jó lenne, hogyha a legjobbak közül kerülnének ki azok, akik politikával akarnak foglalkozni.
Ez nagyon, nagyon fontos lenne, és ne idegenkedjenek, ne legyen taszító élményük azzal kapcsolatban, ami ott van, úgyis csak dobálóznak, úgysem mondanak igazat, és ebben mondjuk a politikai elitnek megvan a szerepe. 25 évvel ezelőtt a rendszerváltoztatás idején a szabadság élmény az nagyon felerősítette a politikusokkal szembeni bizalmat. És mindenki azt gondolta, hogy majd az új politikai elit az egy jó létet tud teremteni. Pusztán attól, hogy szabadság van, és ezzel tudunk jól gazdálkodni. És amikor ez nem következett be, akkor ez az illúzió vesztés is hozzájárult ahhoz, hogy a politikával szembeni bizalom megcsappant, meg az is, amit egymással szemben elkövettek politikusok. Tehát miközben a gazdasági világban, akár a reklám területen is szabály, hogy a másik termékét nem bánthatom, a sajátomat dicsérhetem, a politikában nem, hogy nem szabad bántani, hanem kifejezetten kötelező bántani a másikat. És közben pedig az egésznek az erodálódásához ez hozzá vezetett, vagy elvezetett addig, hogy ma a politikus az az egyik legkevésbé elfogadott szakma, és közvetlenül mellette van a politikai újságíró is, mert hogy mi osztjuk a egymás sorsát. Mert hogy én azt gondoltam, hogy talán olyan szempontból életkori sajátosság, hogy a fiatalok ugye azért elég el vannak foglalva az életükkel, hogy hogyan teremtenek egy egzisztenciát, hogy találják meg a társukat, hogyan csinálnak karriert. És közben azon gondolkozom, hogy erre vajon a média milyen segítséget, vagy milyen válaszokat ad nekik. És tudom, hogy ez igazából nem a te műfajos, például a magazin kínálat, de azt látom, hogy ott sem annyira mindenképpen segítség az, amit onnan kapnak. Hát meg az a kérdés, hogy milyen csatornán keresztül nyerik az információkat, miket választanak ki. Tehát a Facebook közösségek ott egymást táplálják. Nyilvánvaló, hogy oda kell bejuttatni információkat, tehát és ezt az üzleti világ is fölismeri, hol vannak azok az erős közösségek, ahova be kell tolni az információt, és az izgalmas még az internetben, hogy a vásárlási profil, a vásárlási érdeklődés is kinyerhető azokból az információkból, hogy én hova kattintok. Nem csak a bankkártyáról olvasható le már, akik látják a fogyasztás szerkezetét, hanem az internet szokásokból, az internet fogyasztásból is leolvasható a vásárlói profil. Nem tudom, hogy ki látta azt a bűnügyi filmet, ami arról szólt, hogy egy sorozatgyilkos hölgyeket tett el láb alól, és kiderült a végén, hogy egy rendőr és az utolsó kiszemelt áldozatnak elmondta, hogy úgy ismerkedik meg a szokásaival, hogy a szemetet kitúrja. Most már erre nincs szükség, nem kell a szemetet kitúrni. Vannak olyan információs bázisok, ahonnan kinyerhetőek az információk mindenkiről. Tehát mindenkiről lehet pontosan tudni mindent. Hozzáteszem azoknak, akik az információs bázisok közelébe vannak. És csak azért mondom, hogy a fiatalok is ezeken a bázisokon rajta vannak. Tehát ők nagyon szem előtt élik az életüket. Jól leolvasható az is, hogy mi az milyen hirdetési impulzusokat lehet, vagy érdemes nekik küldeni, mert azzal generálják a fogyasztást. Igen, és ugye itt nagyon fontos az is, itt a magazin műfajban, hogy ahogy megmondja a magazin azt, hogy milyen ruhát vegyél, milyen zenét hallgass, azt is megmondja, hogy milyen családi mintát választ. Tehát, hogy ez sokkal burkoltabb, vagy sokkal kevésbé nyilvánvaló, de hogy azért ezek átszivárognak a döntéseinkben, akár a családalapításnál, vagy a... Ez így van. Hozzáteszem még, visszacsatolva egy jóval korábbi témához, tehát a mi... Bizonyos időnként, főleg amikor vannak ezek a Pride című események, akkor foglalkozunk a homoszexualitás magyarországi helyzetével. Az idén volt két külön alkalom is, a Conchita Wurstnak a megjelenése az Európai Unió vagy Eurovíziós Dalfesztiválon, meg most volt egy konferencia az Egyesült Államokban, és Szőnyi Szilárd kollégám ott azon részt vett. És ezt csak azért említem, hogy
bennünket is úgy támadnak, mintha nem tudnánk elviselni a másságot. És erről szó sincs. Tehát mi azt magánügynek tekintjük, és azt gondoljuk, hogy mindenki úgy éli az életét, ahogy szeretné, csak ne tegyék kötelezővé, hogy minden, tehát ne az legyen a mondás, hogy az lehet büszke, aki más, és aki meg nem más, az meg szégyellje magát. És ebbe az irányba megyünk, és azt mondjuk mi, hogy hát azért ezt azért mégse. Tehát legyen mindenki büszke, de ne fordítsuk meg a szerepeket teljesen, mert szerintünk az nem helyén való.